stabil város, stabil költségvetés. Egyértelmű, hogy az a célunk egy ilyen költségvetés elkészítésénél, hogy az intézményi rendszerünket magas szinten tudjuk fenntartani. A stabil városnak stabil költségvetése lehet, ezt mondta a polgármester Győr 2019-es büdzséjének tervezetéről. Borkai Zsolt kiemelte, 56 milliárd forint a költségvetés főösszege, a prioritások pedig nem változtak. A fő cél az intézmény rendszer magas színvonalú működtetése és a győriek érdekében megvalósított fejlesztések. Azt mondtuk, hogy a nagyobb beruházások azok a területi operatív programból, azaz európai uniós támogatásból, pluszban pedig állami támogatásokból valósuljon meg. Mi emellé szeretnénk a költségvetésben olyan kisebb fejlesztéseket, elsősorban úthálózatbővítésekre költeni azt a általunk itt a győriek által megtermelt összeget, tehát így visszaforgatni, valamint az intézmény hálózatunknak a stabil fenntartása, és legalább a tavalyi szinten való tartása volt elsősorban a prioritás. A tervek szerint körülbelül 17 milliárd forint jut idén különböző fejlesztésekre, erről már dr. Fekete Dávid számolt be a sajtónak. Az alpolgármester külön is kiemelte az újvárosi rehabilitáció folytatását, melyre 900 milliót költenek. A folytatódó beruházások közül mindenképpen az újvárosi rehabilitációnak a következő ütemét emelném ki, hiszen látjuk azt, hogy évről évre tudjuk megújítani az önkormányzati tulajdonban lévő épületeket, közterületeket, és nagyon örülök annak, hogy a magántőke is megmozdult Újvárosban, hiszen ma már én azt látom, hogy a beruházásokat tekintve, az épületfelújításokat tekintve gyakorlatilag a kezdeti időszakhoz képest a magántőke sokkal aktívabban és sokkal jelentősebben van jelen Újvárosban, sőt, most már a beruházások többsége ők végzik el. Ez volt a célunk néhány évvel ezelőtt, és azt látom, hogy ezt valóban sikeresen meg tudtuk oldani, és sikeresen tudtuk menedzselni ezt a városrészt, erre nagyon büszkék vagyunk. Kiemelt projekt 2019-ben a Vásárcsarnok fejlesztése, de 1 milliárdot költenek a csapadékvízelvezetési programra, 2,3 milliárdot a kórházi parkolólemezre, 1,4 milliárdot az állatkertre és 1 milliárdot városüzemeltetésre. Először is a Vásárcsarnoknak a fejlesztéséről beszélnénk, az mint egy 3,5 milliárd forint, bár ebből 3 milliárd forint nem a mi költségbe, mármint a város költségvetésébe szerepel, hanem a 100% tulajdonunkban lévő Győr-Szolnak a költségvetésében. Ugyanakkor pedig elindulhat ebben az évben a Modern Városok program keretein belül a parkolólemez, parkolóház építése a kórháznál, folytatódik az állatkertnek a fejlesztése. Ha minden jól megy, elkezdődhet a színháznak az építése ebben az évben, és nem utolsó sorban pedig a strandnak a felújítása. A közlekedés fejlesztés is prioritást kap ebben az évben Győrben. Sokat költenek majd útfelújításra és parkolóépítésre. Utóbbinak a lakótelepeken élők örülhetnek a leginkább. Azzal, hogy tavaly átadtuk az Árpád parkolóházat, egy nagyon jelentős parkolási kapacitás fejlesztés történt meg a belvárosban. Az idei évben a lakótelepek felé fordulunk, hiszen látjuk azt, hogy ott is egyre nagyobb az igény a parkolóhelyekre. A Vásárcsarnokhoz kapcsolódóan már az idén körülbelül 300 parkolóhely létre fog jönni, ami nagyon nagyot fog lendíteni a környéknek a parkolási lehetőségein, és a Modern Városok program keretében pedig megindul a kórházi parkolólemeznek a fejlesztése, ami szintén több százas nagyságrendben eredményez majd új parkolóhelyeket a lakótelepi környezetben. Fontos kiemelni, hogy a város 5,7 milliárd forinttal járul hozzá az egyébként állami fenntartású győri iskolák működéséhez, és a Modern Városok program több eleme is látványosan készülhet idén. A város 740 millió forint tartalékkal tervez a 2019-es évre, melynek költségvetését a február 25-i közgyűlésen fogadhatja el a képviselőtestület.